Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi hogyan történik, mi várható a közeljövőben a szerelmi élet területén. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a látogatás. Valaki meglátogat téged, az is lehet, hogy ő látogat meg téged. Itt a képen egy hölgy látható, de a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Ez a látogatás lehet, hogy egy férfi akar téged meglátogatni. Ez a kártya jelentheti azt is, hogy lesz egy meghívás, és valaki szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. A kártya szimbolikusan azt is jelentheti, hogy beköszönt hozzád a szerencse. Itt a múltban voltak viták, nézeteltérések, látható ez a szerencsétlenség, de most lesz egy jó fordulat, hiszen, mint említettem, miután te áttetted ezen a helyzeten magadat, beköszönt hozzád a szerencse, meglátogat téged a szerencse. Itt látható az állandóság, miután itt összeomlott valami, és átélted ezt a helyzetet, javulni fog a helyzet. Lesz egy stabil párkapcsolat, meg lesz az állandóság, vagy ez a kártya kihathat a munkádra, a munkahelyi kapcsolatokra. Lehet, hogy ez a szerencsétlenség oda vezetett, hogy elhagytad a munkahelyet, vagy felmondtak neked, de itt lesz egy meghívás, egy ajánlat, és egy biztos párkapcsolat, azon kívül egy biztos munkahely. Itt látható a szerelem, tehát nem csak anyagiakról vagy munkáról van szó, ahol meg lesz ez az állandóság, hanem a szerelmi élet területén, hiszen lesz egy szerencsés fordulat. A múlt az nem volt könnyű, hiszen itt látható a múltad, ez a szerencsétlenség, de hála Isten, most ez elmúlik. Itt a veszteség látható, lehet, hogy lesz kiadás, vagy félsz attól, hogy elveszíted a szerelmedet. De a veszteség tud segíteni is, hiszen a veszteség eltávolítja a szerencsétlenséget. Ez a kép utalhat egy idősebb hölgyre, ez lett az anyukád is, vagy utalhat a múltadra, hogy gyakran egyedül voltál, hogy gyakran szomorított téged valami. De a veszteség eltávolítja a magányt, a veszteség eltávolítja a szomorúságot. Persze az is lehet, hogy volt veszteség, és a múltban ez tett téged szomorúvá. De itt van az üzenet, lesz egy szerencsés fordulat, vagy egy jó hír közeledik hozzád. Itt látható a tolvaj, azért légy óvatos, mert lehet, hogy valaki ellop tőled valamit, vagy az is lehet, hogy rabolja az idődet, vagy az energiádat, vagy az is előfordulhat, hogy egy jó üzenet, vagy egy jó ajánlat útban van hozzád, de valaki irigy rád, és nem akarja azt, hogy nálad legyen ez a jó helyzet, nem akarja azt, hogy minden jóra forduljon nálad.
itt volt bosszúsága a múltban. Én úgy gondolom, hogy itt is a múltról van szó, vagy egy lopás miatt, mert valaki ellopott tőled valamit, az is lehet, hogy valaki gyanúsít téged, hogy te loptál el valamit. De a tolvaj tud segíteni is, hiszen eltávolítja a bosszúságot. Le tudod zárni ezeket a dolgokat. És itt van a nyeremény. Ez a sok pénz, ez jelentheti a belső értékeket is, hogy valaki értékel téged, megkapod az elismerést. A kártyák utalhatnak a te helyzetedre, de utalhatnak az ő helyzetére is, hogy ő élte mindezt át, de lesz most egy üzenet, egy ajándék, az állandóság, a szerelem, ez meglátogat, beköszönt hozzád. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben szeretnél egy ilyen személyes jóslást, nagyon szívesen, a díja, mint minden jóslásnál, 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!